Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Yep, jól látjátok a címet. Hoztam nektek egy nagyon kis kontroverziális témát, amiben van egy olyan érzésem, hogy így egymásnak esik a két tábor, de nem van ez a lényeg. A legszexibb Warframe-ek, hölgyeim és uraim, nem tőlem, mert én elég elfogult vagyok, nem tőlem, a barátnőm, ő választotta ki Amazon Warframe-eket, hölgyeim és uraim. Ha végeztünk a legszexibb Warframe-ekkel, akkor belevágunk a legszexibb fegyverekbe. Szóval, hogyha netán nem tudnád eldönteni, hogy mely fegyvert és Warframe-et vidd magaddal, hogy jól nézzél ki, miközben azt csinálod, amit csinálsz, akkor íme jöjjön egy női, kiértékelő a Warframe-ekről. Ő maga kicsit szégyellős volt, hogy megszólaljon, ezért tolmácsolom nektek szavaitokat. Hát következőképpen zajlott az értékelés, szóval fogtuk az összes Warframe-et, és így mentünk szépen sorba végig rajta, és amikor úgy talált egyet, amelyik így tetszett, akkor így mondta, hogy ez. Na, akkor ez így meg volt egy lista, nem is egy kevés lista, volt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Warframe, és akkor mondom, hát akkor jó, hát akkor vágjunk bele. Azt mondja, ne csinálj 15 Warframe-ről videót, mert az hosszú. Nem hosszú, ledarálom, nem baj. De akkor elkezdtük őket osztályozni, hölgyeim és uraim. Így a 15 Warframe-et mindenképp beosztályoztuk 1-től 10-ig. Aztán kiderült, hogy hát azok, amiket kiválasztott magának, azok mind jól néznek ki, kis szám eltérésekkel. Így aztán úgy döntöttük, hogy tovább fokozzuk a témát, és kiválasztottuk csak azokat, amelyekre azt mondta, hogy tízesek, és csak azokat, mind férfi és mind női Warframe-ek. Azt természetesen hozzá fogom tenni, hogy a Warframe-eket az skinjeik alapján választotta ki, mégpedig azon skinek alapján és színezések alapján, amelyeket ugye nekem ott megvoltak. Némelyik skinnél, ahol szerettem volna egy kicsit befolyásolni, így megmutattam több változatot, hát hogyha, és meglepően tapasztaltam, hogy hát nem annyira. Egyes olyan Warframe-eknél, amiről tudom, hogy kedves kollégáim, ti, nagyon-nagyon pozitívan vélekedtek, mint például a Valkyr, aki fönt sincs ezen a listán. Nos, igen, kitörhet a pánik, a Valkyr nincs fönt ezen a listán. Na de, nem húzom tovább az agyatokat. Először is jöjjenek a 2018 legszexibb Warframe nyertesei. Szóval, mindegy milyen sorrendben haladok, mert ezek a Warframe-ek mindannyian 10-est kaptak. Ha értitek, mire gondolok, szóval teljes mértékben tárgyalósítjuk itt a Warframe-eket. Remélem, nincs köztetek szószor Justice Warrior-os, mert akkor felszólal, hogy jaj, tárgyalósítva vannak a Warframe-ek. Na jó. Szóval, mondhatni, hogy kiemelkedő győzelmet aratott az ember, mert ő nem csak szexi volt, hanem dögös is, szóval kifejezetten ő kiemelte, hogy ez a Warframe dögös, és hát egyet kell értsek, számomra is személyes favoritom az ember minden téren, szerintem is egy nagyon dögös Warframe, amellett, hogy szexi is. A következő szexi Warframe, hölgyeim és uraim, mire az asszony szavazott, Kora 2018-ban, a következő szexi Warframe a, hogy is mondjam, a játék milfje, ha lehet ezt így mondani, Sarin. Szóval a női Warframe-ek közül Ember, Kora és Sarin. Ők lennének a top 10-esek 2018-ban, a barátnőm szerint. Férfi Warframe-ek következnek, hölgyeim és uraim. Náluk külön kiemelés nem volt, hogy dögös vagy nem dögös, csak úgy a tízesek jöhetnek, a tízesek. Nidus, Oberon, Rino és Vóban, hölgyeim és uraim. Nos, igen, így állunk, ők lennének 2018 szexi Warframe-jei. Remélem, hogy valahol egyetértek a listán, hogy őszintenek a hölgyekkel teljes mértékben egyetértek, viszont sajnáltam, hogy Valkyrt így megmutogatta Valkyrre minden skint, és nem tetszett neki. Hát, ez van. Ember, Kora, Sarin, Nidus, Oberon, Rino és a Vóban. Nos, ők lennének, ha netán el lenne tévedve, hogy kivel nézzél ki jól,
a Warframe világában. Természetesen nem tudom mi alapján ítél, de van egy olyan érzésem, hogy külalakra ment rá, ha értitek, mire gondolok. Nos, ennyi van az első fele, és akkor most jöjjenek, hogy Amazon szexi Warframe-ek mely fegyverekkel mutatnak jól. Na most emitt a szavazás, olyan sok fegyver van, egy kicsit gyorsabban ment, illetve igyekeztünk másképp csinálni, szóval azt a rendszert csináltuk, hogy ha meglátsz egy fegyvert, és azt tetszik, akkor ez az. Ez így. Na jó? Szexi fegyverek következnek. Elsődleges, másodlagos és milli fegyverek is. Első fegyver, ami megtetszett, Cernos Prime. Jó néz ki, tény és való. A következő a Corinth. Jó kinéző shotgun. Ignis Wraith. Prisma Gorgon. Szerintem az egy tök jó fegyver. Érdekes volt amúgy látni, hogy szavazni, mert én úgy tudod, rámentem, ez a fegyver, tök erős, ezzel lehet zúzni, de nem szexi, értitek? Lehet vele zúzni, de nem szexi, szóval. Prisma Gorgonnál voltunk, ugye, Rakta Cernos, Sancti Tigris, Sibaris, és Torrid. Torrid? Tetszett neki a Torrid? Tök jó, pedig szerintem a Torrid egy csúlyó fegyver, de ha Torrid, akkor Torrid. Másodlagos fegyverek. Pandera, Piranha Prime, Spira Prime és a Vasto Prime lettek a kisorsolt kedvencek. Milli fegyverek következnek, hölgyeim és uraim. Abból nekem ugye jó sok van, szeretek millizni, és mégiscsak oly kis lista született ahhoz képest, hogy mennyi milli fegyver van a Warframe-ben. Szóval Broken War volt az egyik, a Kerata, Dark Split Sword, Destreza Prime, szerintem is jól néz ki, Endura Gunzen, Orvius, kérem szépen, Orvius, értitek, ha kihasznál Orvius-t manapság, na jó, biztosan van aki, de kihasznál Orvius manapság, de tetszett neki, Orvius, és a legutolsó, a Vor. Nos, hölgyeim és uraim, ezek lettek volna 2018 szexi Warframe, illetve fegyver győztesei a barátnőm szerint. Hát, ha én csináltam volna, nagyon elfogult lett volna a dolog tulajdonképpen, valószínűleg inkább rámentem volna azokra, amiket úgy szeretek használni, és azok lettek volna nekem szexik, de azt kell, hogy mondjam, hogy a Warframe-ekkel teljesen egyet tudok érteni, hogy melyek néznek ki. Jó, egy-kettőt még talán hozzáadtam volna a listához, de az ő választása volt, így állunk. Nos, ritkán beszélünk Fashion Frame-ről ugye ezen a csatornán. Miért csak számomra is személycsön és a True Ultimate Endgame-ről beszélni, ami ugyebár a Fashion Frame. Mi másért játszunk, hogyha nem azért, hogy jobban nézzünk ki ebben a játékban. Úgyhogy, ja. Srácok, ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok föl, Discord szerverünk bárki számára elérhető, lehet csatlakozni nyugodtan. Kérdés, illetve a csatát várom a videó leírásában, melyik a te legszexibb kedvenc Warframe-ed, akit nagyon szívesen elvinnél randizni, hogy így mondjunk, és melyik a kedvenc fegyvered, ebben az esetben nem amelyik a legerősebbnek gondolod, hanem melyik a legszexibb fegyver, amelyiket választanám. Indulhat a csata, srácok! Hajrá, lássuk, kinek mi tetszik! Köszönöm a figyelmet, következő videóig, sziasztok!